Komoly ellenfélre készülnek a Kohász Kézilabda Akadémia tagjai. Az elmúlt időszakban a válogatott játékosok elfoglaltsága miatt mérkőzések helyett kemény fizikai edzéseken vettek részt, és most már inkább a taktikai megoldásokra koncentrálnak. Minden mérkőzése nagyon fontos, minden a védekezés, támadás, videózunk nagyon sokat, és tényleg mindig edzésen 100%-osan is figyelünk. György László szerint az MTK 3 nehéz mérkőzésen van túl, ezért a tabellán jelenleg elfoglalt helyezésük egyáltalán nem tükrözi a valós tudásukat. Mindig mondom a lányoknak, hogy arra hagyjunk esélyt magunknak, hogy a visszarendeződésünk jó legyen. Elsősorban az figyelem, akarat kérdése, de ott olyan hibákat is vétettünk természetesen visszanézve a mérkőzést, hogy tárcán kínáltuk nekik a labdát, tehát kezükbe adtuk a labdát, arra valami kevés esély van, hogy visszaérjünk és visszarendeződjünk, tehát itt a támadó játékunkban is nagyobb fegyelem és koncentrációt igényel majd az MTK ellen. A dunajvárosiak legközelebbi mérkőzése Budapesten lesz, ahol a jelenleg utolsó előtti helyen várakozó MTK ellen lépnek pályára a lányok október 7-én szombaton 18 órától.